Megy a gőzös, megy a gőzös Budapestre, talán meg is érkezünk már holnap este. Otthon hagytam az anyósom, de jó lett a sorsom, a filéres gyorson. Hűnye, de gyorsan szalad ez a ördög masina. Csak most voltunk Bütyöktelepen, ott Mári alsó lepén falvánál vagyunk. Hé, néném asszony! Húzza ki alólam a kisfiát! Igen kemény feje van a gyereknek. Csak gyereket ne emlegessenken, mert én azt hiszem, hogy Ani fiam létrehozása körül más is tevékenykedett. Mi a szöv? Akkor magának pont olyan gyereke lehet, mint a Kossuth szobor. Na, mi van olyan? Mert az is közadakozásból készült. Vigyá, amma, igaz? De Nini, állomáshoz írtünk. Felső Bivaj Hernád. Úgy látszik, itt egy parasi lakik. Miből gondolja? Azért, mert ki van írva, hogy urak még hölgyek. Na, ne köpködjön. Nem látja, hogy ki van írva, hogy köpködni tilos? Na, azt látom, de az is ki van írva, hogy azt mondja, hogy viseljünk Aida kebeltartót, azt mégse viselünk. Fütyülök az ilyesmire, mert a nóta is azt mondja, hogy hát... Fütyül a gép, fütyül a gép, fütyül a kanári. Fütyszó mellett könnyebb nékem az erdőbe járni. Fütyül én rám a rózsán is, mert más a babája. Én se tehetek egyebet, mint fütyülökre jája. Hé, a nem jójá! Tudtam, hogy rám szakad ez a kosár tojás. De színsárga lett a pofád, bánya. Azért tudja kell, hogy mit hallottam tegnap a rádióban? Azt, hogy a jó gazdának a szőlőt is trágyázni kell. Ha lehet, de nekem egy fél kiló szőlőm van csak, amit a piacon vettem. Most mi a fenének trágyázom össze azt a fél kilót? Hát az igaz. Én is szégyellenék egy fél kilóval elkezdeni. Erről jut eszembe, ismerik ez a szégyenlős pék nótáját? Úgy szól, hogy hát... Vagyis már lakpék műhelye volt a vásár téren. Huszár Balázs a pék nejét megszöktette télen. Ez a csúcsát úgy megártott szegény mafla péknek, hogy az utcán azóta csak semje sütve lépked. Szalad a tű a lemezek körbe, de kutya mód megszomjaztam egy jó korsó sörre. Egy korsóra vagy kettőre gusztusom jött Pesti, de szállokat meglátogatom a kedves Pestit. Adjék az Úristen, Nini Kalahoz úr! Hát kend is leszállt a vonatról, mi? Csak most fog felszállni, szabadságon voltam, horgáztam. Mi a fene, azt fogott valamit? Nehogy fogtam. Szavamra mondom, hogy kiröhögtek a halak. Az egyik kidugta a fejét és nyelvet öltött rám. A szegény zsiga tüdőgyulladást kapott. Zsiga? Hát az ki? A kukacom. Annyit lógattam a vízbe, hogy megfázott. Most hazaviszem, kap egy priznicet és egy forró teát. Menjünk már, ge! Be kell rúgatni, attól elmúlik a nátha. Hé, kocsmáros! Három féliter! Nekem a Kalóz úrnak, meg a kukacnak. Így áll, zsiga, hiszen a nóta is azt mondja, hogy hát... Akkor egy kis szeszelek, hozzá egy kis jó szalonnát leszelek, hogyha nincsen tormám otthon, akkor torkot reszelek. Nézze csak, nem iszik a zsiga, talán lázas szegény. A lehet, a nátha veszélyes egy betegség. Volt egy komám, az 3 év előtt megfázott, az... Meghalt? Megbizom, 2 héttel ezelőtt. A lova agyon rúgta. Na láss, hogy miket lehet egy náthából szerezni. Én is voltam már beteg, tipucom volt. Abba vagy belehal az ember, vagy ha megmarad, akkor hülye le. Maga megmarad? Láthatja. Azt nem is vagyok ám gyengelegi. Nem bizony. De azt mondom, hogy 4 gyom már többet. Szegény feleségem is az ivásba halt bele. Mi a szösz? Ha mit hívott? Gyufát. Gyufát? Azt kent engedte? Nem voltam otthon, mikor megitta. Csak oda készítettem neki a kredencre, és elmentem hazulról. Látom, már megvigasztalódott, Ken. Hát örökké nem lett az ember bánatos. Hát igaz, mikor halt még szegény asszony? Tennap este. Én is az iszok, mert felejteni akarok. Hát mit akar felejteni? Mit? Hát azt már elfelejtettem. De mondja csak, ismeriken azt a blomba nótát. Azt mondja, hogy hát... Ne vennélek feleségül, édes kicsi párom. Csak éppen az édesanyát
egy jó szavát várom. Mikor ő is igen mondok, abban a percben nyomba. Vigyázzunk, most jön a blomba. Kézen foglak és elviszlek, rögtön a templomba. Melyhez hasonló jókat kívánok figyelmeteknek is.